Szinte kész Káló Semjén új bölcsődéje. Már csak néhány kisebb apró munka van hátra. A tervek szerint a nyár második felétől már fokozatosan birtokba veszik a gyermekek a közel 900 négyzetméteres két csoportszobás épületet. A település 160 millió forint kormányzati támogatást kapott a bölcsőde megépítésére. Az összegből jutott a szükséges eszközök megvásárlására is, amelyeket a következő hetekben kap meg az intézmény. Káló Semjén polgármestere azt mondta, az óvoda épületében működő mini bölcsőde már nem volt elegendő a legkisebbek fogadására, így szükséges volt a beruházás. Folyamatos az igény a településen a bölcsődei ellátásra, jelenleg mini bölcsődét működtet a település, ez mindösszességében 7 gyermeket az elhelyezését teszi lehetővé, de látjuk azt, hogy ettől nagyobb az igény. A gyermeknevelési kedv is tetten érhető a településen, mint ahogy az egész országban is. Köszönhető ez a különböző intézkedéseknek, illetőleg a kiegyensúlyozott anyagi helyzetnek többek között. Úgyhogy bízom benne, hogy a két csoportot még az idén fel tudjuk tölteni. A bölcsőde épülete közvetlenül az óvoda mellé épült. Egyelőre az óvoda játszó udvarából különítettek el egy részt a bölcsődéseknek. Hamarosan azonban a szomszédos területből bővítik a telket, erre szükség is lesz, hiszen a múlt héttől újra teljes kapacitással üzemel az óvoda. A megfelelő biztonsági intézkedéseket maradéktalanul betartják a pedagógusok. A szülők a gyermeküket az épület bejáratáig tudják kísérni, ott a pedagógusok átveszik a gyermeket, és akkor, amikor érkeznek, akkor is hasonló módon tudják átadni a szülőknek a gyermeküket. Maximális kapacitással, amennyire lehet, természetesen, hogyha a gyermek beteg, beteges, akkor a szülő otthon tarthatja, illetőleg orvosi igazolás után pedig visszatérhet az intézménybe. Jelenleg 116 gyermekből kb. 80-85 gyermek van az intézményben. Nyáron is lesznek fejlesztések, az óvoda egyik épülete energetikai felújításon esik át. Hosszabb távon pedig az óvoda bővítését tervezik, hiszen jelenleg 120 gyermek jár óvodába. A szülők a következő nevelési évre május 4-én és 5-én irathatják be bölcsődés és óvodáskorú gyermekeiket.